Az ESZTE fogyókúrás készítményként hódította meg a világot. Hogyan segíti a gyümölcs a diétát? Meghökkentő volt számomra, amikor azt olvastam, hogy napjainkban világszerte a túlsúly több embert öl meg, mint az éhezés. Nem csoda tehát, hogy annyi ember és olyan sokszor fogyókúrázik. A fogyókúrát segítő készítmények közül számtalan lát napvilágot hétről hétre. Ezekre én sokszor szakemberként és érintettként egyaránt csak rálegyintek, hiszen élettanilag megmagyarázhatatlan és megalapozatlan ígéretekkel bombázzák a fogyni vágyókat. Az asszály azonban engem is megfogott. Mi az, amit ez a csodálatos amazoniai gyógynövény tud? Erről olyan tanulmányok születtek, amik abszolút logikusan és elfogadhatóan magyarázzák azt, hogy egy egészséges, kiegyensúlyozott fogyást hogy tud ez az asszály gyümölcs támogatni. Az asszályból, 100%-os asszályról beszélünk, körülbelül 200-100 ml-t fogyasztva naponta, csökkenti a vércukorszintet, mind az éhgyomri vércukorszintet, mind pedig az étkezés utáni várható vércukorszint emelkedés lassul, mind pedig az éhgyomri inzulinszintet. Na most ez a fogyókúrával úgy hozható kapcsolatba, hogyha az éhgyomri és az étkezés utáni vércukorszint egyaránt csökken, akkor kiegyensúlyozottabb lesz a szervezet vércukorszintje. Stabilizálja gyakorlatilag a vércukorszintet. Hogyha ezek a nagy vércukor ingadozások megszűnnek, akkor megszűnnek az éhségrohamok. Márpedig a fogyókúrázó általában ott adja föl, amikor a nagy elhatározás és lelkesedés ellenére az első komoly éhségrohama megjön. Tehát, hogyha ezzel a gyümölccsel olyan egészséges és egyenletes fogyást tudunk elérni, ami kiküszöböli az éhséget, akkor egy tartós fogyás várható. Az, hogy az inzulin szintet csökkenti, további pozitív hatás, hiszen hogyha túl sok az inzulin a szervezetben. Például az inzulin rezisztenciának is van olyan állapota, amikor még nem alakul ki a cukorbetegség, de az inzulin rezisztencia miatt a szervezet több inzulint állít elő. Ha viszont több az inzulin, akkor minden elfogyasztott felesleges cukormolekula zsírra alakul, és a zsírraktárakban ugye elraktározódik, és a túlsúlyunkat fogja növelni. Azáltal, hogy az asszály csökkenti az inzulin szintet, gyakorlatilag a folyamat ellentétes irányát hozza létre, nem hogy raktároznánk a zsírt, hanem a zsírraktárakat fogja energiaként felhasználni. Szintén a természetes fogyást segíti az a tény, hogy mivel a túlsúlyos emberek ugye sokat esznek, de nem minőségi táplálékot fogyasztanak, ezért hiába jut be sok táplálék, mégis alultápláltnak számítanak vitaminok, ásványi anyagok, aminosavak, telítetlen zsírsavak tekintetében. Az asszály pedig csodálatos összetételénél fogva a fogyókúra közben ezeket mind vissza tudja pótolni a szervezetbe. Tehát aki szenvedés, éhezés nélkül szeretne fogyni, nem csodaszerekre vár, nem hiszi azt, hogy 3 hét alatt 20 kilót fog fogyni, hanem van türelme ahhoz, hogy lassan, biztonságosan, de tartósan veszítsen a túlsúlyából, annak jó szívvel ajánlom a 100%-os folyékony asszálykészítményt.